Hegedű, brácsa, nagybőgő, tambura, tekerő. Többek között ezek azok a hangszerek, amelyek népzenével töltötték meg tegnap este a Palicsi-tó partját. A Folk Music Festen az idén több olyan zenész és zenekar is fellépési lehetőséget kap, akiket eddig nem hallhatott a nagy közönség. A Pendergő Tambura Zenekar 2015-ben alakult Szegeden, vajdasági zenészekből. Lesz bácskai, tiszamenti, dunamenti, dunántúli is, bogyiszlói, bátai, kávé, újvidéki kávéház is, Jenika Balázs repertoárjából, régi nagy tamburásból, nótáiból szedtünk össze egy csokorra valót. Fogunk játszani cigány dallamokat is, illetve szerb cigány dallamot is, úgyhogy változatos lesz a felállás, illetve az összeállítás. A fesztivál, amelyet harmadik alkalommal szerveznek meg, elsősorban a népzene népszerűsítését tűzte ki célul, s nem csak a fiatalabb generációt, hanem az idősebbeket is vonza a rendezvény. Mind olyan együttes a juhászenekaron kívül, akik még igazából most vannak feljövőben. Ez is egy fontos küldetése a fesztiválunknak, hogy a fiatalokat helyzetbe hozzuk, fellépés lehetőséget adjunk nekik. A Folk Music Festen ma este további 4 zenekar. A Mentés másként, akik moldvai dallamokkal készültek, Patonai Bátor tekerő muzsikát játszik, a Duhaj zenekar, valamint a Danubia tambúra zenekar lép fel, az estet pedig táncház zárja.